és igazából sikerül is befejezniük azt a gyilkosságot. Így most a nyugati oltárra fordulhatnak, és hogy meg is szerzik. Ugye először Lissandra volt ez az előző teamfight során, aki nagyon hátul maradt, és őt tudták volna bekeríteni, hogyha Riven nem lett volna túl messze, ugye abban a bokorban, mivel most Lissandra recallozik. És így a piros csapatnak volt lehetősége, hogy a Malphite-ot körbe zárja, és el is vigye. Hiába ugye ő a legtankosabb a kék csapatban. Lissandra elsőként a Vogue foszorkány kalapját építik. Igen. Muszáj neki. Így van. Mert nagy bajban lehet, hogyha véletlenül elkapják a kék csapat játékosai valamilyen rajtaütésszerűen, és hogyha ez neki nincsen, akkor ez nagy veszteség lehet a vörös csapat számára. És Renekton és Dariuson készült el a meccs során az első teljes tárgy, ugye Renektonon a naptűzköpeny, és Dariuson a hidra. Közben Malphite a bokorban. Éppen beleolvad a környezetén. Lissandra pedig elfoglalja, vagy visszafoglalja a keleti oltárt, és ezáltal a vörös csapat két oltárt birtokol jelen pillanatban. Továbbra is az erdőt írtják, Darius és Leona páros, Lissandra pedig az alsó ösvényen a minionokat próbálja előrébb jutatni. Igen, eddig az egyik csapat csak egyik csapattól se láttunk túlzottan agresszív megmozdulásokat. Az előbb volt egy kisebb teamfight, de nyilván majd a későbbiekben láthatunk majd végzetesebb és nagyobb volumenű csapatharcokat, amit én már nagyon várok. Én is amúgy. De alsó ösvény érkezik Riven és Lissandra párosa. Riven kicsit akarja büntetni Lissandrát. De a Lissandrának se az a válasz egyébként. Közben az ellenséges erdőben Counter jungle-ezik. Nem Counter, ellenséges mindegy területeken próbál még több aranyra szertenni. Közben kialakul egy csapatharc, Malphite-ot érkezik egy kifárasztás, kimennek az ultik, Lissandra befejezi Malphite-ot, Renekton, Riven pedig Dariust és Lissandrát, közben még Leona lehet bajban, és bajban is lehet ezáltal a vörös csapat, őt leászolta a kék csapat, Riven nagyon szép kettős gyilkosságra tesz szert, és Riven ráfordul a keleti oltára, Renekton pedig a felső ösvényt nyomultja előre. Értjük, ez a lényeg. Közben esetleg a toronyra is érkezhet az a Renekton, de azonban fordul a jungle-re, inkább úgy gondolja, hogy hagyja, hogy a minionok dolgozzanak egyik azt a tornyot, ő inkább a dzsungelbe még megszerez egy-két szörnyet, és majd utána érkezik haza. Viszont érkezik arra a Renektonra, Renekton kivillant, és Lissandra rávillant, és sajnos már nem tudtak rajta segíteni a csapattársai. Igen. Közben kiegészül Lissandra Dariussal és Leonával együtt Lissandra, és Lissandra ugye visszatér az alsó ösvényre. Közben pedig a felső ösvényen. Igen, hát Renekton nem gondolta volna, hogy bajban lehet, mert biztos úgy gondolta, hogy elég tankos ahhoz, hogyha esetleg jön valaki, akkor majd reagál arra, de még ott maradt, hogy megölje azt a szörnyet, azonnal el kellett volna mennie onnan. Darius húzza vissza Malphite-ot, és Riven nagyon gondolkozik, hogy bemenjen-e abba a csatába, és úgy gondolt, hogy nem hiszen, de fog érkezni arra a Rivenre. Riven lehet nagyon-nagyon bajban, Rivennek kimegy a villanása, Renekton fog Riven segítsére érkezni, és inkább nem megy tovább a vörös csapat, mert ott van bizony még egy torony, és ez nagyon nagy veszélyt jelenthet rájuk. Közben Leona, aki a nyugati oltáron elfoglalt még egy tornyat, a keleti oltár pedig pont most elérhető ismét.
és meg oda fordulhatnak rá, de nem inkább csendőletnek és viszontak. Hát azt elveszik, és szerintem utána. Ugye, szerintem úgyis hazamennek, mert mindenkinél jelentős arany van a zsebben, úgyhogy elfoglalják az oltárt, és lehet, hogy haza fognak térni, még mielőtt, vagyis hát előtte még azokat a farkasokat nyírtják. Így van, most már sokkal jelentősebb a farmkülönbség, ugye kb. 20, hát vagy 15 a farmok. Nem voltam előtt. Ezért mentem végig. Tehát a piros csapatnak két játékosa is lefarmolta Remektont és Dylan. Igazából a Leona meg a Malphite, jó, nyilván ők, tehát hogy ez annyira nem... Számottevő. Igen, köszönöm szépen. Mivel ők támogató játékosként vesznek részt ebben a harcban. Igen, amit pont most, ahogy rá világítottál a Malphite-ra, most nézem, hogy neki nincs is ez támogató tárgya, tehát nincs meg a hegy arca neki, miközben Leonának az megkész van, és ez a csapatharcban, ez egy nagyon fontos. Rivenre érkezik Lissandra, vagy Riven szeretett volna arra Lissandrára jönni, de inkább csak vacsiztak egyet aztán. Hát már azt nézem, hogy a felső torony az fél életerőn van, tehát azok a minőnek majd valamit. Reptón húzta be Darius, és azt hittem, hogy Leona be fog ugrani, de igen, sajnos nem. Ez az. Malphite-nak nagyon szép volt, a River érkezik a kifárasztás, Lissandra ulti. Lissandrának el kellett használni a Googlet buszorkány kalapját, Lissandra lehet bajban, és Darius közben kettős gyilkosságra tesz szert. Renekton pedig Darius fogja befejezni, és Leona lehet még bajban. Renekton valószínűleg meg fogja ölni azt a Leonát. Lissandrával fog szembeérkezni Renekton, de Renekton kettős gyilkosságot szerezhet. Persze, belül. Egy megvan. Gyerünk! Jön a 3v3 Penta! Nem jön, helyette besegít a... Ugye Sunfire kép miatt. Elkezdték Renekton tölni a gólemek is közben. Lissandra a torony elfordult, és ezáltal a toronyé lett Lissandra, úgyhogy Lissandráért nem kapott aranyt a kék csapat. Közben report szörnyek, assisting enemy team. Annyi. Majdnem megöltünk igazából. Hú, hát ez nagyon izgalmas volt, ugye Renektonnak a csúszása segítette hozzá, hogy a Leonát is megszerezze, és majdnem Lissandrát is, de... Hát Lissandra jégösvény segítségével simán, könnyedén be tudott csúszni a torony alá, és kivégeztette magát azzal a toronnyal. Közben 100-an gyűjtitek a pontokat, és a meccs végén kisorsoljuk ezt a 8 GB-os Kingston pendrive-ot. Aki viszont megnyeri, a hátuljára fogjuk írni a nevét, hogy tudjuk, hogy ki élet. Úgyhogy ne menjetek sehova se a meccs után se. Mert ugye ez a mérkőzés, ez BO3-as. Hú, de izgalmas volt. Hát most érdekes, mert azért láthatunk reakciókat a két csapat részéről is, ugye? Most mint hogy egy kicsit egyenlítettek volna a piros csapat vagy dominanciájához képest. Na, az hogy fogalmazzam meg szépen? Jó, ez így, jó ez így. Most azért a két csapat sincs annyira lemaradva, ahogy látom. Tehát az a Renekton azért most azért épülget. Így van, így van. Ő most tankosabb lesz, ugye a sebzés az körülbelül jó marad. Ugye Lissandrára érkezett valószínűleg. Ugye a Lissandrának a képességeire az a szellem arc, ami varázs ellenárást ad majd Renektonnak, amivel valószínűleg tovább fogja bírni majd a csapat harcokban az áldást Lissandrától. Na hát most már kezd izgalmasabbá válni az a mérkőzés. Most ahogy már a csapat tagok is erősebbek, és most már egyre inkább hangsúly van a játékosoknak a skilljein, és hogy milyen jól tudnak bánni az adott karakterrel, ugye, meg egy csapatharcban is, mint egy team. Most már így kezd izgalmassá válni.
Esetleg Riván látott volna az, aki Lissandrát bünteti az alkalmasban, de úgy gondolta, hogy mégse nem rá. Lissandra nevetett egyet, köszönjük szépen. Verpuh személyébe. Ezek a Lissandrák mindig nevetnek a meccsőnkében. De tényleg? A Lulu spam nem volt még. Na, annak is van egy jó mentése. Közben a piros csapat érkezik a... Az ansós, mert Riven lehet bajban, viszont Rivennek hatalmas sebzése van a Lissandrára, viszont Rivent Darius befejezi. Ez egy hullás csere volt, és ez egy 3-2-es csapathaz lehet akár, vagy a Torino is kerülhet a kék csapatnak. Igen, ugye egyetlen idézői képességet sem kellett felhasználni a piros csapatnak, hiszen nagyon könnyű dolguk volt, hárman voltak egy ellen. Rivennek viszont kijött az égetése Lissandra ellen. Ugye azt ne felejtsük el, hogy most ez egy darabig kis padra került, ez a képesség. Így van. És igazából Riven ulti sincsen, és a Lissandra végső képessége is töltési időre került. Mondjuk Rivennek annyira nem nagy a CD, azért is nagyon OP szerintem, mert ugye... Az ultián, nem is tudom, 40 szek van talán, vagy fél perc. 68 másodperc. Az annyira nem. Nagyon kevés. Annyi, mint kell Lissandra ulti. Van, amire arra emlékeztem. Viszont mindkét oltát a Joking is my hobby csapata birtokolja. Hát igen, egyébként a kék csapatnak lehetett volna számítani arra, hogy piros csapat valahol rajtaütést szervez, ugyanis a térképen nem voltak rajta. Középen elhaladtak, viszont felszedték az életerő csomagot, és mondjuk abból lehetett volna következtetni, hogy a közelbe vannak. Viszont a felső ösvényen Riven érkezik meg az alsó ösvényre, Leona úti csattan, Darius érkezik a kifáradtás, Leona lehet bajban, viszont Darius behúzza őket a torony alá, de ez sajnos nem segít, mert Leona próbált még valamit csinálni, Lissandra fog kicsit később megérkezni. Riven szerez egy kettős gyilkosságot, Lissandra viszont itt ott nagyon penta, nagy bajba ott lehet. Kimegy a villanás. Lissandra ulti a torony alá, és Lissandra ezáltal meg is menekül, viszont a Riven nem igazán adja fel se az arenekon, főleg, hogy ennek a toronynak nagyon-nagyon kevés hápja, Lissandra marad a torony alatt, Lissandra lehet még mindig bajban, Renekton azt a tornyot sikeresen kitankolt, és Lissandrának menekülnie kell, hogyha nem szeretne meghalni, mert Riven... Fuss Riven, fuss Lissandra! Nagyon-nagyon érkezik arra Lissandra felvette De szép volt. A jégösvény csúszásával azt az életerő italt, Rivenre érkezik a kifárasztás, és a kifárasztás segítségével Lissandra befejezi azt a Rivent, viszont Lissandra még mindig nagyon bajban van, mert a Renekton rá fog csúszni, és... Nem hiszem el! Nem, de most... Lissandra... Nem hiszem el! Lissandrát még mindig nem tudják megállítani a kék csapatjátékosai, és valószínűleg... Na, jó van. Vége. Hát, Renekton és a torony segítségével Lissandra meghalt. Közben az egész pályán üldözték Lissandrát, ugye elképesztő annak a Lissandrának a képessége, ugye, hogy nagyokat tud csúszni, és nagyon szép volt a helyzetfelismerés, ugye felszedte azt a életerő csomagot, és ezzel sikerült is a plusz még persze a kifárasztással. Hát igen, ha Riven. Nincs a kifárasztás, akkor az a Riven azt befejezi azt a Lissandrát, viszont igen. Nagyon ügyesen csúszott arra az életerő italra. Riven fog érkezni a Leona és Darius párosra, Malphite ultival és Renektonnal együtt. Leona ulti, ez már egy kicsit mellé ment, így van. Milyen egyszerre mondtuk? Igen. Viszont bajba lehet az a Darius, Leona valószínűleg meg fog halni, Riven ulti. És Darius pedig elmenekül. Hát ez egy nagyon-nagyon rossz döntés volt a Joking is my hobbitól, hogy ketten úgymond bementek abba, bementek arra a Rivenre, miközben tudták, hogy mind a három kék játékos életben van, és számíthattak arra, hogy esetleg az arcukba csattan egy Malphite ulti. Közben a nyugati oltárhoz érkezik a piros csapat is, ugye válaszolván a Malphite-nak a oltár foglalására, de igazából későn értek oda, vagy nem is akartak igazán kezdeményezni. Ugye 2v3-ba lettek volna, hiszen Riven is valahol ott van a közelben. Viszont a felső ösvényre érkeznek, és ott tolták be az ösvény, de mennek is vissza a dzsungelbe.
Ezekből ugye remek tudni érkezik, hogy nehogy a tornyod bármi fajta sérülés érje. Ugye nekik már két tornyuk is eldőlt, a piros csapat megszerezte, már csak az inhibitort védő tornyok vannak mind a két ösvényem. Hogy nekik most már jobban vigyázniuk kell. Viszont 10-10 az állás, és ugye a tornyoknak és a farmbeli különbségnek köszönhetően aranyban még mindig vezet a Juving is my hobby csapata. Így van, Lissandrán ugye már kész is van a Woodlock boszorkány alapja. És Darius is tankosodott egy picit. Ugye válaszolván szerintem Renektonra, hiszen neki úgymond a párja, az ellenfél párja a játék során ugye Renekton. Aki ilyen mixel, tehát félig damage-es, félig tankos. Hát akár csak az a Darius azért. Hát én miután megveszi a hidát, utána már építhet tankosabb bitéket. Úgyhogy... De amúgy pont ugyanez volt az előző előtti game-ben. Talán nem is tudom. Nem tudom ki kommentelt. És akkor is pont egy Darius volt. És ugyanígy, hogy hidrát ugye először is utána. Igen, bet. Varázs ellenállást és páncélzatot magára. Közben érkeznek a csapatpingek, hogy a felső ösvény közelébe lehetnek a kék csapati játékosai, pedig Riven az erdőben pusztítja a farkasok gólemet. Igen, és már két oltára is van foglalva piros csapat által, amivel plusz mágikus sebzés. Varázssebzés. Plusz varázssebzést és és a sima sebzést reteszelt a piros... Sima sebzés. Sima sebzést. Van itt a rátom. Így van. Hogyha szálltam ezt, akkor... Szóval közben kaptuk az információt, bocsánat, hogy ezt a csapatharcot ezt nem közvetítettük, mindegy, meghalt a Riven, ugye, és ugye elég kevés életerőm van a Renekton is, és Malphite-nak vissza kellett menni, ezáltal a vörös csapat lerombolta a inhibitort védőtornyát, és az inhibitorba is kerülhet ez, és ugye kaptuk közben az információt, hogy a chaten, vagyis hát 95-en nézik ezt az adást, és hogyha elérjük a 100-at, akkor a chat, a stream nézők között ki tudjuk sorsolni egy zsága macska kinézetet is. Így van, úgyhogy nézzétek meg, küldjétek a linket a barátaitoknak, hogy ők is csatlakozzanak, hiszen nyerhetnek egy ingyen skint is. Zsága macska kinézetet, így van. Közben Leona veszi fel azt az életerőcsomagot az erdő közepén, Lissandra pedig azzal a 4 darab minionnal vág előre. Fele a felső ösvényen, Renekton pedig Rivenhez és Malphite-hoz csatlakozó fogják elfoglalni a nyugati oltárjukat. Lyukat? Igen, a lyukat. Elfoglalják a lyukat. Szóval a piros csapat jelentős előnyre tett szert, hiszen az inhibitor is, az ellenfélnek az egyik inhibitorát is elfoglalták. Ugye most nekik nagyon sok hangsúlyt kell arra fektetniük, mármint a kék csapatnak úgy értem, hogy sokat védekezzenek, hiszen most már ugye sokkal tankosabb minionek is elindultak, és nehezebb ugye visszaverni a minion hullámot. Meg persze a farmbéli különbséget is vissza kéne hozni, hiszen Lissandrának 286 farma van, addig Rivennek csak 221. És ez ugye a tárgyakban is meglátszik, hát Lissandrának van konkrétan 4 teljes tárgya, miközben Rivennek... Kettő, igen, tehát... meg pár megkezdett. Ugye... Lissandra szeretne valamiféle harcot kialakítani itt az erdőben. Malphite-ot magához vált, ez Darius szép volt az Leona ulti. Így van. Lissandra fog becsukni, vagyis hát inkább csak flash-elt. Riven lehet bajban, Rivent fogja. Az a Darius. Hoppá, kis Máté, azt a Rivent azt bellopta attól a Darius el, de nem ez baj. Egy szép 2-0-es csere volt. Renekton még csak most jön fel a felső ösvényről, sőt nem is hiszem. Igazából az haza. A Renekton az hátul volt, és én nem is értem, hogy miért vált arra, hogy bemenjen ebbe a csatába.
Ez egy nagy veszteség, és ezáltal a vörös csapat meg is fogja nyerni ezt a játékot a perceken belül. Lissandra ultizik, arra a Renekton, és Renekton érkezik egy kiválasztás. Leona csúszik át a Renektonra, viszont közben a Minionnak és Lissandra befejezik ezt a játékot. Szóval így gratulálunk. GG, VP. Ezáltal 1-0 a Joking is my hobby-nak, és perceken belül jön. Sorsolunk is, méghozzá kettő dolgot. Igen. És megvan a 100 nézőt, hogy sorsoljuk az ajándék kinézetet is. Így van, úgyhogy ne menjetek sehova. A nézők között, a pendrive-ot pedig a pontgyűjtők között. Ez fontos, hogy... Nem ugyanaz a kettő, nem de remész, azon dolgozunk, hogy mind a kettő ugyanaz legyen, hiszen szeretnénk, hogy a nézőink is közül is minél többen kapjanak ajándékot. Pendrive-ot, így van. What? A Facebookon rá küldtem egy linket, ahol ott van a 100 versenyzőnek a helyének a kezdete, jó? Igen, és? Nyisd meg, hogy lássuk a tablakba, hogy mi alapján fogjuk kisorsolni sorszámot. De izgi. Nekem is lassan. Srác, please. Hol vagy? Biztos az az? Aha. Jaj. Jó. És ezt miért nem chatre vagy valami? Meg tudod mutatni akkor a monitorodon. Ja. Úgyis a sorsolás is a monitoron megy. Kádem. Nem? Random generátor. Jó. Először sorsoljunk szerintem a chatre. Jó, sorsoljunk a chatre előbb. Én Boiler 2-ben vagyok. Én Boiler 2-ben vagyok. Jó, akkor legyen az a jelszónk, hogy Boiler 2, jó? Anna, szerintem mondd meg nyugodtan, hogy milyen divízióban. Anna, Goldet-be. Én meg Platina 5-be. Nem egyben? Goldet. Külön? Így Boiler 2? Így, Boiler 2. Az a jelszó tehát a Twitch chatre, hogy Boiler 2. Aki ezt beírja a chatünkre, az már is be fog kerülni a kalapba. Boiler szünet 2. Így van. Nem egybe. Eddig még csak olyan... Na, jó, most már jönnek beélet, a boilerek. Jól van. Jó, várjunk ezzel mondjuk hát 45-ig, és közben akár kisorsolhatjuk a... És milyen szép, pont 100-on van a nézők. Tök jó. Jó, akkor jó. Közben pedig megvan ugye a 100 pontgyűjtőnk is, úgyhogy valami random generátort nyitunk. Random pont. Ez pont egytől százig. Nézzük a lányokra a sorsolást, nem? Jó. Levettem a kezem. Na, megnyomjam. Várj egyszerre. Egy, kettő, három. Mellé. Miss click. 86. Most nézzük, hogy ki a 86. A 86. ember pedig... Szám valaki. Katicsa. Szám Roland. Szám Roland. Ha itt vagy Twitch-el, akkor írjál. Gratulálok, annak övé a pendrive, én fel is írom gyorsan a nevére. Ez itt a tiéd. Azt hittem, hogy kint sorsolunk. Ráírod a pendrive-ra? Is sorsolunk meg pendrive-ot, is sorsolunk, mert megvan a 100 feliratkozó pontgyűjtése. Közben már úgy látom, hogy 53-an vannak a kalapban. Még 2 percetek van arra, hogy beírjátok, hogy Boiler 2, elég egyszer beírni csak. Így van. És, mindenképpen benne lesztek. Szóval, hogy csak hogy értsétek, Sam Roland azért nyert tőlünk most egy pendrive-ot, ugyanis regisztrált a pcclub.hu-ra és gyűjtött legalább 1 pontot. Ennyi volt az összes feladata. Egyébként pontot abban a pillanatban is tudtok gyűjteni tulajdonképpen bármikor, amikor regisztráltok, ugyanis van egy 8 pontos kvízünk, amit ha kitöltöttek, akkor kapásból 8 ponttal indultok. Úgyhogy pcclub.hu, lehet még regisztrálni, fogunk még ilyeneket ma kisorsolni. Roland, ez pedig a tiéd. Ott rajta. Bori Péter. Ott van. Hol? Ott a legalul. Jó, sorsunk kétként is gyorsan. Mennyi az még idő? 2 perc még 2 van. Perc. Még 45-ig írhatjátok a Boiler 2-t a chatre. Boiler 3, beírj. A következő sorsolásra jó lesz majd a Boiler 3.
Na még egy perc. Boiler elipszionos ilyen. Egy percetek van még, és már is sorsolni fogjuk azt az egy kinézetet. Látom, lassan most kezdtek el szaporodni a nevek. Legalább ötöt kaptunk most az utolsó fél percben. Úgy szaporodnak, mint a nyulak. Szerintem megy ilyenkor a Facebookon az összes, hogy most kell abban a pillanatban a csetbe írni valamit, és akkor lehet nyerni valamit. Úgyhogy lehet tényleg osztani a csatornát. Lesz még ma ilyen egyébként, bőven majd szúrunk ilyen kis számokat, hogy miket, ha elérünk, akkor kisorsunk nagyon szívesen nektek egy-két ajándékot. Ráadásul mondanom se kell, de a döntő alatt, közben, előtt, után, ha minden kerek, akkor nagyon-nagyon sok ajándékkal, többek között kinézetekkel és ilyen kis pendrive-okkal fogunk kedveskedni nektek, valamint a döntő után kisorsoljuk azt a Prestigio, igazából ahogy néztem, Prestigio 7-szoros multipad, igazából, multipad 7.0 multipados. Nagyon szép a doboza, nagyon kis exkluzív. Remélem a kupai viszi. Nem csak a doboza szép, hanem hogy benne van, szóval. Közben az idő egyébként lejárt, úgyhogy most ebben a pillanatban odaadom a szőkének. Köszönöm szépen. Meg fogom nyomni a gombot, és Kakis Kifli nyerte tehát a zsákba macska kinézetünket. Hogyha reagál gyorsan még nekünk is, beír valamit a csetre. Mennyi szokott lenni? Egy perc? Kakis Kifli. Egy perc, ugye? Kakis Kiflit várjuk, hogy kakis belemérünk. Kiflit kakis szeretnénk, kifli. Hogy beírjon a csetre valamit, azt azonnal látni is fogjuk, amint beírt valamit. Az idéző nevedre vagyunk kíváncsiak, és azonnal intéznénk is a nyereményedet. Nincs itt. Az kellemetlen. Csá! Megérkezett! Na, ez az. Jó, okay. Van. Csá! Itt van. Csá. Kérjük az idéző nevedet. Az is jó, hogyha semmit. Az is jó, hogyha nem akarod privátba ki rakni az idéző nevetet, az egész stream felhasználónak írja. Lolon belül. Ez azért riszki, mert hogy most akkor gyorsan 422-en veszek. Akkor meg. Nem. Írd ki az idéző nevetet. Nem, írd ki az idéző. A legrosszabb esetben nagyon sok barátod lesz, ettől még sokan nem tiltakoztak. Itt az neve. Az igen. Jó, és most vegyél fel Nem, én veszlek fel. Nem szorunk ki még egyet? Várjunk még egy picit, hamarosan érkezik úgyis a második kör. Még addig van negyed óránk. Nem baj, azt pihenjünk egy picit. Jó, pihenjünk egy kávét. Lassacskán jön tehát a második köre a bronzmeccsünknek. Egyébként lehet hirdetni, hogy lesz még ilyen, tehát nem az utolsó ajándék volt, amit kisorsolunk. 150-nél jössz ki. De 150-nél mindenféleképpen kisorsolunk egyet, szerintem is. Ja. Sőt, mi több, ugye ha vagytok 150-en, akkor nyilván van 150 ember mögötte, aki tud regisztrálni a pontgyűjtésre, és akkor párhuzamosan pendrive-ot is tudunk esetleg sorsolni 150-en. Akkor jó, tehát a pontgyűjtésünkre is továbbra is várjuk a regisztrációkat. Mi bratyó? Csetet, mi? Bratyó. Oké, hosszúval? A hosszúval. Bratyó vagyis, bratyó. Jó, szerintem megveszel. Ki lett volna a kövi? Ja, ki lett volna a következő? Hát...